39 millió forintot vett fel egyetlen év alatt az Újbudai önkormányzat egyik előző, tehát fideszes cégvezetője, és a prémiumokkal való visszaélés folytatódik a Szivárvány koalíció vezetése alatt is, immár tucatnyi cégnél, ezért a Mi Hazánk mozgalom feljelentést tesz a ciklusokon átívelő hűtlen kezelés miatt. Szerte az országban sajnos sokszor gyakorlat, hogy az önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságoknál az átláthatósággal szemben a látszólagos munkabér akár többszörösét fizetik ki különböző jogcímeken. A Mi Hazánk képviselőjeként közérdekű adatigényléssel fordultam az Újbudai önkormányzat cégeihez, és több száz oldalnyi felügyelőbizottsági jegyzőkönyvet is tanulmányozva több százmillió forintnyi olyan prémium kifizetését tártam fel, melyek valójában alapfeladataik voltak a cégvezetőknek. Például az önkormányzat épületét üzemeltető cégnél néhány helyiség kifestéséért járt milliós prémium. Az egyik új vállalat vezető a tavalyi választás utáni hatalom átvételük után képes volt azt előterjeszteni prémium feladatként már tavalyra is a december 1-től hatályos megbízása után, hogy a cégvezetés átvétele. Vagy említhetném az előző Fidesz érából, a közpénzből fizetett Las Vegas-i útjairól elhíresült informatikai cégvezetőt, a helyi Halbony Árpádot, aki az efféle utazásokra 25 millió forintot költött el közpénzből. Az ő milliós prémiummal díjazott feladat cél kitűzése az volt, hogy vegye magának egy új céges autót. Közérdekű adatigényléssel feltártam, hogy a kerület, a legnépesebb kerület rendelőintézetének előző, tehát Fidesz ciklusbeli vezetője Kóti Tamás 39 millió forintot vett fel egyetlen év alatt tavaly, holott munkabére elvileg csak 750 ezer forint, de ennek végül több mint négyszeresét fizették neki átláthatatlanul. Prémium, természetbeni juttatás, szép kártya, iskola kezdési támogatás jogcímen és végkielégítésként, mely ellen csak én tiltakoztam a képviselő testületben, az összes többi párt megszavazta, pedig választási ciklusra szóló határozott idejű megbízásnál nem járna végkielégítés. A cégvezető képes volt önmaga főnökeként szabadság megváltásként is több millió forintot felvenni egy év alatt, pedig valójában sokat hiányozhatott, álláshalmozó volt. A szakrendelő főigazgatója a fizetése mellé önmagával úgymond projektvezetése is szerződött 5 évre úgy, hogy a pofátlan szerződés későbbi felmondása esetén is ki kell fizetni a több mint 10 milliós megbízási díjat. Az önkormányzat átvilágítását 10 millió forintért végeztette el a DK-s önkormányzat egy külső céggel, mely a titkosított zárt ülésen tárgyal, de általam az interneten nyilvánosságra hozott jelentésében megállapította, hogy túl sok gazdasági társasága van a hivatalnak párhuzamosságokkal. Ennek ellenére 10-ről 12-re emelte a kifizető helynek használt cégek számát a Szivárvány koalíció. Újbuda polgármestere a veszélyhelyzetben kapott többlet jogával visszaélve új parkolási cég létrehozásáról is határozott, ahogy médiavállalkozást is alapított, a vezetőket pedig pályáztatás nélkül, az önkormányzati képviselőket sem kérdezve megnevezte ki a polgármester. Mindegyik cégben csendben felügyelőbizottsági helyet kapott a mandátum, arányosan eddig is felülreprezentált Fidesz, mely olyan kompromittált személyeket delegált, akik FB tagként, sőt egyikük FB elnökként nem akármihez asszisztált, épp a Las Vegas-i és hasonló utakra 25 millió forintot elhabonyárpádozott igazgatójuk cégében voltak felügyelőbizottsági tagok az érintett előző ciklusban. Egyikük elnökként képes volt Fidesz irodába összehívni felügyelőbizottsági ülést az önkormányzati cégnek. Így már bizonyítottak, kitűnően fognak asszisztálni például a parkolási maffiához is az új cég felügyelőbizottságában. Ilyen alakok kellenek a DK vezette önkormányzatnak, míg a Mi Hazánk mozgalom nem láthat bele a mutyikba. Mandátumarányos képviseletről szó sem lehet az ellenőrző testületekben, ha választaniuk kell, hát csak a Fidesz. A DK polgármestere
tehát az átláthatóságot kijátszva gátlástalan cégvezetői prémiumokkal Sunyin megtöbbszörözi a 750 ezres fizetésüket, pedig az önkormányzat testületi határozatai szerint, idézem, az ügyvezető feladatait munkaviszonyban látja el, munkabére bruttó 750 ezer forint per hó, pont. Tehát szó sem volt állandósult prémiumról, amely ellen a Mi Hazánk mozgalom tiltakozik. Egyetlen cég felügyelőbizottsága nem támogatta csak a prémium kifizetését, amelynek felügyelőbizottsági tagja lehetek, ahol az ellenőrző testületet így meg tudtam győzni erről. Azonban az önkormányzat politikusai végül egyhangúan felülbírálták ezt a döntést is, és kifizették mégis a milliókat. A Mi Hazánk mozgalom tehát egyedül maradt, de követeljük ezután is a korrupt prémium mutyik megszüntetését.